5000 hektár, ekkora területen figyeli a szúnyogok számát a Győr-Szól. Ilyen nagy felületen szakmai terv és koncepció nélkül nem lehetne hatékonyan fellépni a vérszívók ellen. 2017-ben a szúnyoggerjesztési program május hónapban kezdődött. Ennek előzménye volt, hogy már április közepétől folyamatosak voltak a szúnyoglárvák, számlálások. Ez azt jelenti gyakorlatban, hogy szakemberek előre elhatározott szakmai terv és koncepció alapján már kora tavasztól vizsgálják azt, hogy az ártérben lévő egyéb pangó vizekben, tocsogókban mennyi a szúnyoglárvák száma. Ahogy tavasz végén, nyár elején a hőmérséklet emelkedésével a sekély vizek felmelegednek, és a szúnyoglárvák is elkezdenek fejlődni. Itt lép képbe a Győr-Szól ZRT és a szúnyoggerjesztésnek a szervezése, koordinációja, hiszen május hónapban történtek az első beavatkozások. Első körben azokon a területeken, ahol vízpartok vannak, ahol tocsogók, pangóvizek vannak, földi melegködős gerjesztés volt, egy speciális gáz segítségével juttatjuk ki itt a gerjesztő anyagot. Ennek nagy előnye, hogy egy gépkocsi platójára szerelt gerjesztő berendezés, ami kifújja ezt a füstöt, ez be tud menni azon fás területekre is, ahol esetleg a repülőgépről kiszórt gerjesztő anyag kevésbé lenne hatékony. Ezután következett az ellenőrzés, a mérések alapján rendelték el a további gerjesztéseket. A földi módszer után, ha szükséges, jöhet az AN2-es, a repülőgépet így töltik fel vegyszerrel. Ez is megelőző jellegű írtás, ami megtette hatását. Idén az időjárás is kedvezően alakult, emelte ki a szolgáltató kommunikációs munkatársa. Az a fajta időjárás, ami kialakult 2017 kora tavaszától, az egy kicsit kedvez a szúnyoggerjesztési munka hatékonyságának. Ugye tavasszal, kora tavasszal, nyár elején még volt csapadékos időjárás, és ez kedvezett abban az időben a szúnyogok mennyiségének a felszaporodásához. Ezekben a pontokban, ezekben a pillanatokban a Győr-Szól ZRT koordinálásában megtörténtek a szükséges gerjesztések. Azóta viszonylag száraz idő van, ez kedvez a gerjesztés hatékonyságának. A szakemberek továbbra is folyamatosan figyelik a rovarok számát, és ha szükséges, újabb gerjesztéseket rendelnek el.